Késő délután ünnepi műsorral köszöntötték advent első vasárnapját. Több százan jöttek ki a belvárosba, hogy részesei lehessenek annak a pillanatnak, amikor a város polgármestere Cserpalkovics András felkapcsolja a város új ünnepi díszkivilágítását. Tavaly a karácsonyfa hagyományos fényfűzére újult meg, korszerű LED-világításra cserélték ki. Idén pedig mintegy 2 millió forint értékben 5 nagy csillárral lepte meg a fehérváriakat a városgondnokság. Az új látványosságok méretükben is impozánsak, az egyenként fél mázsát nyomó csillárokon több mint 10 000 LED lámpa ragyog, melyek amellett, hogy szépek, még energiatakarékosak is. Ugyanaz a típusú megvilágítást kapott most a belvárosban ezek a csillárok. Nagyon fontos, hogy azért azon túl, hogy szép legyen a város, azért az energiatakarékosságra, egyrészt az olcsó üzemeltetés, másrészt pedig a környezettudatos életmódra is tudjuk nevelni a város lakóit. Az ünnepi belvárosi forgatag része minden évben az adventi vásár. A mézes kalács, a forralt bor és a gyúturós lepény is elengedhetetlen kellékei a forgatagnak. Egy a karácsony, kettő a forgatag, a nép, a hangulat, főleg a hangulat. Jó kis pálinka. Szükség van rá, hogy egy kicsit ráhangolódjunk a karácsonyra. És nem az ajándékozás legyen a legfontosabb, hanem valóban az ünnepnek a hangulata. Ezt próbáljuk most itt begyűjteni. Advent a karácsonyra készülődés időszaka. A lelki felkészülésben fontos, hogy az emberek együtt töltsék szabad idejüket. Jó alkalmat adhat erre is a vásárba való kilátogatás. És az, hogy gyerekek adnak műsort, az pedig mindig alkalmas arra, hogy a szülők eljöjjenek, nagyszülők eljöjjenek, testvérek, barátok eljöjjenek, és együtt várakozzunk ebbe a szép adventi időszakba. És az most megint itt van, tudjuk, hogy hamar el tud menni egy év, és azt gondolom, hogy hamar el fog menni az advent is, de élvezzük ki szerintem minden pillanatát, mert talán nyugodtan mondhatjuk azt, hogy az év legcsodálatosabb időszaka ez a 4 hét. Advent első vasárnapján a belváros épületei is ünnepi díszbe öltöztek. Fényjátékkal világították meg a Városháza, a Zeneiskola és a Hímerház épületét is.